irányes alóba. Sziasztok mindenkinek! Utolsó magyar benzinkútnál vagyunk, és az utolsó cseppig teleraktuk a tankot. Vissza az autópálya, és akkor Szlovénián keresztül irány Olaszország. Egyébként Velence mellé megyünk. Majdnem teli hold van. Figyeljetek, kurvára ráérünk meg. Ez valami Bahnhof lehet. Hetes buszja, az a hetes. Na, a nyolc. Az a nyolc elmegyünk új palotára is. Padova. Padova, szóval megy. Padova, az itt van. Az meg valami flód is volt. Itt vannak a sínek mellettünk. Itt van a tenger alattunk. Még nem. Már fölfelé. Itt van ez a négy vágányos pályaudvar, vagy vonat. Velencei Trainspotting autóból. Csak minden, mit messze van neked. Ez már Velence. Most fogom majd fölmenni a hídra. Arra te jött? Aha. Ott látod a részképen. Szartalom. Átbaszarom, ja, 6 perc. És itt van mellettünk érve. Az kadon. Velencia, szakadon. Ez már Velence, ez az otthon. Attila, itt vagy az a villamos. Egy vágányos. Ott a másik. Ez egy villamos sír? Igen, ez Attila mondta. Ott van visszafele a másik oldalon. Hát ez nincs párja sír. Hát de nincs. Ez erre fele megy, ott meg vissza a másik oldalon. Hát de akkor is ezért kéne, hogy egy villamos lenne, akkor... Ja, ja, mert ez ilyen gumikerekű geci, ez csak így viszi. Az. De miért vágdás vasúti jelzés? Sincs konzern, hogy csak egy sírra jövök? Na, hát van ilyen, ez vezeti, de egyébként gumikereken van, vagy a faszoknak a villamosban. És egy kereke van középen? Ja, ez ami vezeti, ha ezen a sínezt. Nem tőle el, faszok. Látod. Van az aszkadó. Ott megy a precsi a róza. De nézd meg, ott megy valami. Ez nem az volt az a helyzet? A hetese. Ez a belakutika del merdoszkopo qui a casa. Tizedik emelet? Ez igen, megyünk föl. Ja, igen, ez... Van tíz emelet kívül, de valami... Megesszük meg. De nézd meg, ezek szerint van, hát ez még csak a második volt. A harmadik, akkor még mindig megyünk.
mert le vannak zárva, mint az. Ja, tényleg. Még jó, hogy korán jött, én az nem is tudsz fejtésünk. És lefele majd gyalog kell jönni, de az lefele lesz. Biztos van. Ballív szerintem. De fölfele is el van. Legalábbis nálunk abszolút. Legalább így körbe-körbe van, nem mint az Aréna plázában, ugye elítan a végén. Menjünk költ a karikába azért, ez minden bár. Fölmentünk a panelba, most kell a benigni a sónak az intróz eléje. Ez így még volt. Tudj, ide be lehet majd vágni. Akkor ez a 8. emelet még mindig. Pedig ez kívülről rohadtul nem tűnt 10 emeletnek van. Csigabiga. El fogunk szédülni, mire felérünk. Lette tehére, bazd meg. Kifizeted a gumit, kutya? De magát a parkolóért azt nem mondta, csak ez az a 10. emelet? Igen. Hát, most nem mondott. Találj helyet. Végülis nincs számozva, úgyhogy a fordulás hallgat. Fúj, geci. Geco. Igen, menjünk a kiállt. Itt a lift, nem? Ez az? Gondolom, biztos. Ide megállunk. Kész majd. Ja. Van kék, meg mit. Valahol álljunk meg, aztán majd állni megkeresni. Állj rá. Innen viszont körbe lehet fotózni a várost. A középre, kiszálltunk így gyerekek. Ha már feljöttünk ide, akkor innen lehet fotózni. Hát figyelj már Ferenc, akkor itt egy cigit is elszívhatunk, ne? Ja, szívjatok el egy cigit, addig én majd fotózok innen kifele. Taxidroszton kívül 5 euró. Jó, úgyhogy minden. Már helyeket lehet. Aha. Hát gondolom. Mencére megérkeztünk. Egészség. Várjál, nem sikerült így. Euróra, a matraszra még 10 eurót, jó? Jó. 18.
Tényleg mi megyünk kb. 80-nal, és a villamos az tartja a